Ugye Depeche Mode-dal kapcsolatosan. Majd Dave, Martin, Fletch vagy Ellen Wilder? Hú, hát Ellen Wilder. Ellen Nekem az Wilder? ilyen, igen, ilyen a 101 című filmben az a jelenet, amikor megmutatja a stadionban, hogy hogy működik a szisztéma, és összerakja a Black Celebration-t. Az nagyon, tehát az úgy nagyon megmaradt bennem, és akkor döbbentem rá, hogy ez az ember itt a lényeg tulajdonképpen. De azért kitartottam utána is a zenekar mellett, amikor ő már nem volt. Akkor még volt egy ilyen, hogy Ellen Wilderrel vagy nélküle szeretted jobban a módot, akkor ez most Ja. válaszoltál Hát tulajdonképpen. igen. Igen, bár egyébként azért van az új dalok között is. Hát mostan, tudod, mit szoktam csinálni mostanában? Az a legegyszerűbb, hogy Spotify-on benyomom a Depeche Mode életművet, így egy az egyben, és véletlenszerű lejátszást állítom, és akkor teljesen jól el vagyok, mert olyan dalokat is meghallgatok, amit lehet, hogy adott esetben az adott lemezen így átugratnék, de így jó. Azért jó, azért nem rossz, amit ők letettek az asztalra. Az. Nem, meg én nagyon hosszú időt kihagytam, amíg egyáltalán nem hallgattam utána, és akkor utána így szép fokozatosan, így néha-néha most meghallgatok már megint egyet-egyet, és így tök elégedett, most ez így jó érzéssel tölt el. Akkor nagyon tele sokkoltam magam ezzel akkor. Ja, hát nyilván. Nekem volt olyan, hát nem tudom, hogy kazettám vagy írott CD-m, de valami ilyesmi, tehát ez a korszak ott a digitalizáció küszöbén, hogy csináltam olyan válogatást, hogy csak Enjoy the Silence volt rajta. Live, meg ilyen mix, meg eredeti, meg remix, meg a demo változat, és egész nap azt toltam, ez egészen brutális. És Az az a kemény. baj egyébként. Én félek attól, hogy ezt én most is meg tudnám csinálni egy-egy ilyen borultabb napon. A kedvenc albumod van, egyébként, vagy amit legtöbbet Nem. hallgatsz, nincs? Nem, nem, És nem. a szóló Egyébként szeretem albumod nagyon a nem van. 85-ös hamburgi koncertet. Tehát Azt én is. az a setlist az nagyon, nagyon betalál nálam, de utána is, tehát mondom azért a Music for the Masses az is jó, tehát hogy sőt, talán az, de nem szoktam. Dalokat nagyon szeretek, és akkor azokat beütnek ilyen időnként. Például a Higher Love az sokáig így átugrasztós dal volt, aztán egyszer csak beütött, és akkor attól meg már nagyon, nagyon szerettem. Főleg, amikor láttam a koncert felvételt először. Tehát azt hiszem az utána úgy volt, hogy na ez kell. Vagy például a Dangerous, ami ugye ilyen B-side dal volt, Igen. Tök és jó. ezt nem is értem, miért az lett. Tehát, hogy ez egy olyan, de azt nagyon sokszor szoktam hallgatni. Na mindegy, meg rengeteget. Megmondom, valamikor napokig ez szól. És a szólóalbumokat, azokat így követted, vagy szeretted a Dave Martin megjelen szólóalbumokat? Hát annyira nem jöttek be. Nekem ott hiányzott. Úgy tűnik, hogy azért ez csapatmunka, nem? Tehát, hogy jók voltak a azt hiszem, az egész ilyen szólóalbumos sztoriból a Martinnak egyedül a Ez a hát zöld nem counterfeit, nem? igen, az első, aha, és ott valamelyik dal, Az ami olyan jó, viszonylag azok, mondjuk azok főleg azt hiszem feldolgozások egyébként, de az tényleg jó, mármint vannak ilyen tényleg hallgatható trackek rajta, de most a igen. legutóbbi, az például az csak ilyen, szinte már csak ilyen sample minták, és akkor azokkal való ilyen játék, nem Hát mondják. ez az, hogy ilyen, igen, elment. Ellen Wilder is azért nagyon kiélte magát ebben a dologban. Egyébként furcsa módon most, hogy kérdezed, még talán a Dave Gehennek a cuccait hallgattam a leginkább. Meg és Igen. azok nem is voltak rosszak azok a koncertek, amiket ő csinált. Azért abban volt Depeche Mode is, meg volt ilyen ősi rock and roll feeling, kicsit punkos is, hogy Igen. ő ott, hogy onnan indult, azt így beletette, és azok jók voltak, azt szerettem, azt egész sokáig hallgattam, vagy viszonylag hallgattam, de aztán mindig visszazuhantam a 1981-es, 80-as állapotba is akkor. Hú, ezt fel fogom rakni a izére. Tudod, hova van ez a Magyarországi Depeche Mode Fan Clubnak van elég nagy ilyen követői, meg ilyen Facebook oldala. Majd lehet, hogy oda kirakom.
Akkor viszont Haza lesz akkor... az erózis pólóba. De azért, mert ez ilyen hibrid időszak volt, aztán ne felejtsük el, hogy én a rendszerváltás kor környékén lettem kamasz. Tehát én 1987-ben kezdtem el zenét, úgymond önállóan zenét hallgatni, és hát nyilván a társaság, aki körülvett, a lakótelep, meg a néptánccsoport volt rám nagy hatással, meg a nővérem, meg a idősebb srácok, akikkel együtt táncoltam a társcsoportban, és akkor ebből lett ez az egyvelek, hogy én mondjuk zsigerileg Depeche Mode-ot, meg Kraftwerket hallgattam, mert valamiért a gépzene szólt hozzám, és nem az Edda művek akkoriban, aztán utána az Edda 1-2 lemezt is azért a helyére tettem, ami annyira fantasztikus, mindegy, ez nagyon off-topic, még az off-topicon belül is, csak, és akkor ilyen hibrid zene hallgatás lesz, hogy volt a Depeche Mode, mint főcsapásvonal, de simán belefért mondjuk a Guns N' Roses, vagy a Nirvana is, persze a Cure is, meg mondjuk a lakótelepi nővérvonalról az Edda meg a P-mobil, és akkor a rendszerváltás felé közeledve meg egyre inkább rá cuppantam az alternatív zenékre, mert hogy elkezdtem közélettel foglalkozni, és hát a közéletet azt ugye a sorok között lehetett megtalálni, már pedig a zenei sorok közé írás az volt maga az alternatív zene, úgyhogy jött a bizottság, meg a Trabant, meg a többi, meg minden. Mm-hmm. És akkor ebből lett egy ilyen meglehetősen széles zenei szeretet, vagy zeneszeretet, ami a autentikus népzenétől tartott, nem tudom, mi van a másik szélén, mondjuk a Kraftwerkig, vagy a Metallicáig, ha azt nézünk. Nagyon érdekes, mert én is nagyon hasonló utat jártam be így zeneileg. Népzenén belül még mondjuk elég, még ilyen, inkább elmentem utána ilyen világi zene irányba is. Az, persze, az jött utána, azután adta magát, hogy hát néptáncosként az autentikus népzen az egyszerűen az életed része, de hogyha ugye foglalkozol, vagy más is érdekel, meg más a világnak más kulturális szegleteibe is bekacsintasz, akkor a világzene az előbb-utóbb adja magát. Hát főleg úgy, hogy nekünk ugye azért ott voltak az Ökrös Csabi, ugye ő sátorai újhelyi volt, mert ő mondjuk ugye az autentikus népzenébe ment, de hozzánk ott nagyon intenzív ilyen folk élet volt annak idején, úgyhogy jöttek le hozzánk az arcok is mutatták az új albumokat. Hát szerintem a Vízöntőnek a Villanypásztor című lemeze, ami 80-as évek közepe, az legalább 20 évvel előzte meg a korát. Na, azt például a mai napig sokszor hallgatom, mert az annyira szenzációs az album. Figyelj, még azt akartam még ezen a vonalon, a Depeche Mode vonalon, hogy voltak ilyen, kerested a... Ugye volt hosszú időszak, amikor nem adtak ki lemezt, és akkor már unalmas volt az ember próbált valami hasonló zenét hallgatni, és akkor volt egy-két ilyen tribute zenekar, meg ilyen magyar próbálkozások is, például mondjuk ugye Bonanza, vagy a Neo, vagy Dr. Beat talán. Dr. Beat, ezek... az nagyon, egyébként nagyon jó, az a hatalmas csata, persze, hát nyomattuk, hát én nagyon bírtam a Bonanza Banzait annak idején, amikor Ákossal még beszélgettünk, akkor mindig mondtam neki, hogy szerintem a Bonanza jobb volt, és ezzel mindig nagyon be tudott rágni. De az Bonanzának az első album az hát az hiánypótló volt, úgymond. És az emlékszem, hogy egy tök nagy csata volt akkor, hogy a Dr. Beat, vagy a Bonanza Banzai legyen a sztárolt zenekar, és akkor valamiért úgy döntöttek, szerintem gondolom a producerek, hogy legyen a Bonanza, de a Dr. Beat is baromi jó, azt is szoktam még a mai napig hallgatni azt az albumot. Kár, hogy nekik nem sikerült most egyáltalán a visszatérés. Hát próbálkoztak, csak ment a levesbe az egész.